Tisztelettel köszöntöm a kedves jelenlévőket, és szeretném előjáróban megköszönni a Tom Lantos Intézetnek a meghívást erre a konferenciára. És hogyha megengedik, akkor egy teljesen off-topic megjegyzéssel szeretném kezdeni az előadásomat. Amikor idefelé utaztam a 4-es-6-os villamoson, akkor tapasztaltam, hogy minden egyes megállóban a villamoson bemondják azokat az eseményeket, amelyek a 1956-os forradalomhoz kapcsolódnak éppen azon a helyszínen, ahol éppen jár a villamos. És ez megerősítette bennem azt, amit eddig is gondoltam, hogy a helyi színnek, meg a helyi történetnek micsoda jelentősége van a történelem megismertetésében. És kénytelen vagyok hogy azt elmondani, amit valószínűleg a jelenlévők közül sokan tudnak, hogy ez a ház nagyon jelentős helyszíne a magyarországi holokauszt történelmének. Ugye az egyik legkitűnőbb könyvet külföldön Holocaust City címmel írták Magyarország II. Világháborús történelméről, és ez ugye nem véletlen, több száz, több ezer ilyen helyszín van ebben a városban, és ez talán az egyik legemblematikusabb, szimbolikusabb helyszíne a Magyarország német megszállásának. Ez az erkélyajtó, amit itt ebben a teremben látnak, hogyha jól mértem fel itt a helyszínt, mert életemben először járok itt, ha jól mértem fel ezt a helyszínt, akkor itt készült a német megszállásról az egyik legszimbolikusabb fotó. 44. március végén, ugyanis a villa zsidó tulajdonosát, a 72 éves Vida Jenőt a megszállás után a gestápó letartóztatta, és ugye közismert, meg az emléktáblán is látható, hogy koncentrációs táborban pusztult el. Viszont azt talán kevésbé közismert, hogy a villát Otto Winkelmann, hőhere, SS und Polizeiführer, tehát a legfőbb német rendőri parancsnok foglalta el, aki innen irányította ugye többek között a magyar zsidóság elpusztítását. Ugye zárójelbe jegyzem meg, hogy ellentétben számos magyar tömeggyilkossal ő békés nyugdíjasként hunyt el később Németországban. És ennek a, ebben a ajtóban készült az a fotó, ahol ő Edmund Wesenmeier német megbízott társaságában látható hátulról profilban, ahogy letekintenek a meghódított Budapestre. Tehát nyilván ez az a kezdőpont a német megszállás, ahonnan indítanunk kell a mai beszédet az embermentésről. Másodikként előjáróban szeretném rögzíteni, hogy ugye köztudott, hogy a Magyarországon végbe ment deportálása, a holokauszt, de valószínűleg a népirtások világtörténelmének is a talán legnagyobb sikerű, úgymond leghatékonyabban, leggyorsabban végrehajtott tömeggyilkossága volt, és ennyiben ugye ez sajnos világrekordnak tekinthető. Viszont ugyanakkor Magyarországhoz kapcsolódik a II. Világháború történetének legnagyobb szabású embermentő akciója is, ami ugye döntően a semleges diplomatáknak a tevékenységéhez kapcsolódik, és rögtön leszögezem, hogy az én előadásom a semleges diplomatákról, Raoul Wallenbergről és társairól nem fog szólni. Ez a sokkal kevésbé ismert, és egyébként megint csak zárójelet nyitok, a semleges diplomatáknál, akiket azért valamennyire a diplomáciai immunitás védett, tehát a semleges diplomatáknál sokszor jóval nagyobb kockázatot vállaló, egyszerű, úgymond névtelen magyar embermentőkről szeretnék beszélni. Az előadás első részét viszont annak szentelném, hogy bemutassam azt a közeget, ahol az embermentés történt. Tehát, hogy tulajdonképpen miért volt szükség embermentésre, és mik voltak a feltételei. Na már most ezzel kapcsolatban az alapvető állításom az, hogy az embermentés feltételei Magyarországon 1944-ben, még európai összehasonlításban is extrém módon kedvezőtlenek voltak. És most több olyan faktort szeretnék felsorolni, ami miatt ezt én így gondolom. Egyfelől, ugye nem szabad elfelejtenünk, hogy annak ellenére, hogy a magyar-német viszont súlyos ellentmondások terhelték, Magyarország alapvetően egy német barát ország maradt, ami ugye természetesen egyáltalán nem meglepő, gondoljunk a magyar revízió német támogatására, a kulturális, tudományos, gazdasági összefonódásokra, vagy a magyar elit összetételére, ami ugye jelentős részben német származású volt. Tehát ez ebben tulajdonképpen semmi meglepő nincsen.
ezen kívül a úgynevezett trójai módszerrel megvalósult megszállás miatt az átlagember 44. március 19-ét egyáltalán nem érte meg traumaként. A tisztikar és a középosztály egy része számára ugye megaláztatást jelentett a megszállás, de a német dominancia miatti aggodalmat szinte minden esetben felülírta az a egyébként teljesen jogos rettegés, amit a szovjet megszállás iránt éreztek, és hát sajnos a magyar tragédia egyik jellegzetessége, hogy ehhez képest viszont nem volt alternatíva. Sikeresen működött természetesen a propagandagépezet, és kevesen kérdőjelezték meg azt az értelmezést, hogy ugye a keleti fronton úgymond a keleti civilizációt védelmezik a bolsevizmus ellen, és az egész küzdelem ez a magyarság jövőjéről döntő élet-halál harc. A második tényező természetesen szinte hozzá sem kell tennünk, hogy a magyarországi antiszemitizmus mélyen gyökerező hagyományai volt. Ugye a német megszállás természetesen szükséges, de nem elégséges előfeltétele volt a holokausznak, hanem a szerves fejlődésű magyar antiszemita ideológiák az legalább olyan fontos tényezőt jelentettek. Jellemző adat például, hogy 39-es választásokon a választók kevesebb, mint egy tizede támogatott nem antiszemita politikai programokat. A kirekesztő vélemények egyébként már dominánsan jelen voltak Magyarországon jóval azelőtt, hogy a nácik Németországban hatalomra jutottak, csak egy kiragadott példát szeretnék említeni, hogy például az ébredő magyarok óriási tömeggyűlése már 1919-ben követelte az európai zsidókérdés globális és radikális megoldását. És 1944-ben ez odáig fajult, hogy a magyar társadalom egy nem jelentéktelen része már nem tekintette a zsidókat a nemzet részének. Harmadiként említeném ugye a negyedszázados zsidóellenes politika és propaganda hatásait, amelynek révén az átlagember hozzáállását sajátos hozzászokás, rutinizálódás jellemezte. Egyre többen tekintették természetesnek, hogy a gyarapodás legkézenfekvőbb útja zsidó polgártársaik vagyonának, pozíciójának megszerzése. Ugye a propaganda úgymond a jogos tulajdon visszaperléseként kommunikálta egy kisebbség kisemmizését, és ezzel eliminálta a résztvevőknek a erkölcsi fenntartásait. Ugye Bibó István elemezte ezt a jelenséget bőven, és ő például felhívta a figyelmet arra, hogy ugye az évtizedes politikai félreneveltség miatt, ahogy a nő fogalmaz, még a magyar társadalom politikailag passzív, mérsékelt tömegei is hajlamosak voltak a zsidók elleni törvénytelenségeket alapvetően a jó ügyet szolgáló akció úgymond elfajulásának tekinteni, és ha sajnálták vagy pláne segítették a zsidókat, akkor ezt ennek ellenére megosztott, ingadozó lelkiismerettel tették. A kollaboránsok kézi vezérlése alá került rádió és sajtó mellett ugye egyéb propaganda eszközök, köztük filmek, plakátok és röplapok is gondoskodtak a zsidó gyűlölet folyamatos gerjesztéséről. A zsidók feljelentését hazafias kötelességként tüntette fel a propaganda, sőt a hajszát helytelenítő vagy csak nem eléggé lelkes polgárokat megszégyenítették, büntetéssel fenyegették. Ismét idézek. Egyesek nyereségvágyból, mások rosszul értelmezett emberségből igyekeznek a zsidóság segítségére, kitéve ezzel magukat az egész magyar közvélemény megvetésének. Mert ma bizony fajárulóknak kell az olyan embereket tekinteni, akik a zsidókért képesek mindent megtenni, írta egy szélsőjobboldali lap. Azt hirdették, hogy az ellenséggel cimboráló zsidók eltávolítása nemzeti érdek, és ezért sokakban még a könyörület vagy a szánalom megnyilvánulása is lelkiismereti konfliktust kelthettek. Apor Vilmos győri püspök, aki egyébként magatartásával ugye a józanabból gondolkodó és humánus egyházi vezetők közé tartozott, azt írta a hercegprímásnak írott levelében, idézek, híveink nem tudják mihez tartani magukat a hivatalos helyről jövő félrevezetések özönében. A gyóntatószékben felvetik a kérdést, szabad-e sajnálni azokat a szegény, megkínzott zsidókat? Idézet vége. És természetesen, ha már itt tartunk, akkor szólni kell a magyar egyházak és
értelmiség felelősségéről, ugye természetesen a egyházak felelősségéről, részvételéről szólni, az egy külön előadás témája lehetne. Ezért én csak röviden emlékezek meg róla, annál is inkább, mert lesz egy előadás, ami külön erről fog szólni. Ugye nagyon lényeges, hogy a zsidóellenes politikának erkölcsi autoritást biztosította az egyházak és az értelmiség jelentős részének támogatása, és bár 44-ben ugye az alapjogokat sértő zsidóüldözést nyilván többnyire ellenezték, a támogatás nyilvános és egyértelmű megvonására sohasem került sor. Ami az értelmiség részvételét illeti, az ő ideológiai iránymutatásuk alapvetően hozzájárultak ahhoz az eltelt években, hogy a zsidókérdést a társadalom mérsékeltebb felfogású része is alapvető és megoldandó nemzeti sorskérdésként kezelje. Itt megint csak egyetlen példát említenék, talán az egyik legkeményebb és legismertebb példa, ugye Német László esete, aki vitathatatlanul a magyar szellemi élet egyik óriása volt, de ennek ellenére még 1943-ban sem tudott antiszemita előítéletétől megszabadulni, és ugye a hírhet szárszói beszédben még mindig a bosszúra szomjazó, vérszomjas zsidókról értekezett. És persze 44-ben, amikor már emberéletekről volt szó, akkor ő is próbált menteni, és miközben ő is bujkálni kényszerült, a lakásában a zsidó és egyébként kommunista Zelk Zoltánt bújtatta. És egy napon Kozmuca Flóra, ugye, akit szintén jól ismerünk az irodalomtörténetből, ebédet vitt Zelknek, és látta, hogy Zelk éppen elmélyülten Németh László publicisztikáit olvassa a korábbi évekből, és kérdezte tőle a Flóra, hogy tetszik Zoltán, amit olvasol? És azt mondta erre a Zelk, hogy hát azt hiszem, hogy Laci elég sokat tett azért, hogy most itt kell bújtatnia engem. Azt hiszem, hogy ezzel lehet ezt leginkább röviden összefoglalni. Az egyházak szerepe, mint említettem, rendkívül összetett és ellentmondásos. Egyfelől ugye jogosan vethető fel a történelmi egyházak felelőssége, a zsidóellenes közbeszéd és az antiszemita törvények támogatása miatt. 1944-ben az egyházi vezetők a hatalom iránti lojalitásuk, olykor saját antiszemita előítéleteik és egyéb megfontolások miatt sokáig tartózkodtak a nyilvános állásfoglalástól. Demonstratív közös fellépésükre végül nem került sor. Elsősorban a zsidóüldözés barbár módszereit kifogásolták, és aktivitásuk döntően a kikeresztelkedettek védelmére irányult. És ugye ezen azt sem változtatott, hogy nem egy püspök rendkívül erőteljesen szentbeszédekben is kikelt a zsidőüldözések ellen, ugye már a deportálások végóráiban. Ugye a leghíresebb idézet talán az Hanvas Endre csanádi püspöktől, ami a tulajdonképpen a kollaboránsoknak szólt, hogy aki azt hirdeti, hogy meg lehet tagadni a kereszténység tanításait a szeretetről, és hogy embereket származásuk miatt üldözni szabad, legyenek azok négerek vagy zsidók, az hiába kérkedik azzal, hogy keresztény, valójában nem az, és nyilvános bűnös. És azt is hozzá kell tenni, hogy az egyházi hierarchia alsó szintjein sokszor egyénileg elszigetelten jelentős embermentő erőfeszítések történtek, és ugye jól tudjuk, hogy számos magyar és külföldi szerzetes és apácarend és más egyházi szervezet, katolikus és protestáns egyaránt rendkívül bátor módon, találékony módon sokszor életüket is feláldozva keltek az üldözöttek védelmére, elsősorban 1944. októbere után. Az ötödik pont, amiről beszélni akartam, ez a lakosság passzivitása természetesen. Ugye az egy alaptétel, hogy a magyar lakosság túlnyomó része passzívan figyelte a zsidóüldözéseket, és százezrek és milliók ugye semmilyen módon nem kapcsolódtak bele, tehát sem nem kapcsolódtak be az üldöztetésbe, a feljelentésekbe, a zsidó vagyon utáni hajszába, de nem is törődtek tulajdonképpen a dologgal, nem foglalkoztak a körülöttük történő tragédiával. Viszont azt is lehet ugyanakkor mondani, ha megfordítjuk ezt az érvelést, hogy valójában az is különös, hogy a magyarországi 44-es események idején nem került sor olyan
antiszemita lakossági akciókra, mint a megszállt lengyel és szovjet területeken, vagy akár Magyarországon az elmúlt második világháborút megelőző egy évszázadban, amikor a különböző történelmi kataklizmák és fordulatok idején mindig zsidóellenes pogromok következtek be, na már most 44-ben ez elmaradt. És ez többek között azért történt így, mert a magyar lakosság 38 és 44 között hozzászokhatott, hogy a zsidók üldözése az úgymond állami monopólium. Ráadásul a teljes vidéki zsidóság brutális elpusztításával mindössze 8 hét leforgása alatt a magyar állam még a legmerészebb zsidófalók álmait is túlteljesítette. És ezért ugye igazából nem is lehetett pogromokról szó, mert nem volt hatalmi vákum, a magyar államhatalom stabil maradt. És természetesen a közömbös közhangulatot, hogy azért a sötét képet egy kicsit árnyaljuk, természetesen a közömbös közhangulatnak oka volt a háború ekkor már több százezernyi áldozatát gyászoló, elszegényedett és éhező lakosság közönye is. Ezen kívül ugye ekkor érték Magyarországot az első angolszász bombatámadások, és ugyebár a angolszászok ugye nem támadtak szándékosan lakónegyedeket, de ennek ellenére ugye több ezer polgári lakos elpusztult, és a légi tevékenységgel kapcsolatos eltúlzott és hamis propaganda is a zsidóellenes hangulatkeltést segítette. A sajtó a zsidóságot az angolszász, ugye idézem, légi terroristákkal azonosította, és azt próbálták elhitetni, hogy a zsidók tehetnek az áldozatokról. Ugye itt nem lehet sajnos jól olvasni. Gyermekeinket tucatszám tépik szét az angolok ledobált rongybabái. Tudod, hogy a háborúnak ez a lealjasítás a zsidó ötlet? És mégis csillagosok társaságában látunk az utcán. Szégyeld magad és ne feledd, hogy ez az utolsó figyelmeztetésünk. Ugye egy ilyen propaganda fogást alkalmaztak, hogy az angol repülők fölrobbanó babákat dobnak le, hogy ezzel pusztítsák el a magyar gyerekeket. Ugye ez egy háborús propaganda volt, nem volt igaz. Ugye arról is meg kell emlékezni nagyon röviden, hogy mit tudott az átlagos szemtanú a zsidó ellenes művelet valódi céljáról, mert ugye mindig kérdés az, hogy tudták-e azt, hogy emberéletek megmentéséről van-e szó, vagy mikortól tudták ezt. Na már most hát a magyar politikai irányítói már több éve tudták, hogy mit jelent a nácik zsidó politikája gyakorlatban, ugye erről kár is lenne vitát nyitni. Az már ugye más kérdés, hogy az államigazgatás alsóbb régióiba, illetve a civilekhez milyen információk jutottak el, viszont ugye a frontot megnyárt százezernyi magyar férfi tapasztalataiból, a szövetségesek rádióhíreiből sokan értesülhettek arról, hogy mi folyik a nácik által megszállt Európában, és hogy ezeket a híreket sokan nem is hitték el, az legalábbis ugye gyanút kellett keltsen a szemtanúkban, hogy a zsidók jó részt munkára alkalmatlan tömegeit utolsó személyes tárgyaiktól is megfosztva hurcolják el az országból, és ugye számos olyan idézetünk van, meg adatunk, ami arra mutat, hogy itt igenis tudta a közvélemény, hogy miről van szó. Most idézem, hogy mit ír Czapik Gyula egri érsek serédi hercegprimásnak 44. júniusában. Ezek borzalmait, idézek, főképp a végét mindenki tudja. Mármint, hogy a hívek tudják, hogy mi a vége a deportálásoknak. Hatodikként említeném ugye természetesen az anyagi érdekek vagy szempontok. Ugye azt kell mondani, hogy sok embernek még akkor is kedvezett a zsidók deportálása, ha nem kívánták az elhurcoltak halálát, és ugye saját anyagi érdekeivel szállt szembe az, aki a zsidókat segíteni próbálta. Itt meg kell említeni egyébként, hogy a háború utáni magyarázat az volt, hogy elsősorban a nyilasok és a lumpen elemek nyomultak ugye a zsidó javakért Magyarországon. Valójában például a saját helyi kutatásaim azt igazolták, hogy sokkal inkább a érdekérvényesítési képességgel bíró közép rétegek voltak azok, akik haszonélvezői voltak a zsidók elpusztításának. Hetedikként meg kell említeni, hogy ugye a üldözöttek jelentős része szintén nem próbált meg ellenállni, tehát nem volt szervezett, erős, fegyveres zsidó ellenállás, ami ugye szintén a magyar ellenállás esélyeire természetesen kihatott.
Tehát összességében nagyon fontos, hogy szervezett fegyveres ellenállásra Magyarországon semmi esély nem volt, ezt le kell szögezni, és ezért az ellenállás más módjai, például a papírok hamisítása, a rejtőzködés, a menekítés, a hatóságok megtévesztése és a korrupció kerültek előtérbe. És ez a tevékenység is ugye nyár közepétől kezdett el felerősödni, és a vidéki zsidók túlnyomó részén ez már nem segíthetett. És ez egy nagyon szimbolikus dátum, például július 9-e, ez volt az a nap, amikor Raoul Wallenberg megérkezik Budapestre, és ugyanaz a nap, amikor a deportáló szerelvények közül az utolsó elhagyja a magyar országhatárt. Magától értetődik, hogy ugye itt még egy újságcikket szerettem volna mutatni, hogy ugye az újságokat, meg ugye a közvéleményt mennyire erősen foglalkoztatta ugye a zsidó vagyon sorsa, és ez nagyon jelentős tényező volt. Azt kérdezném, hogy nem lehetne esetleg a villanyokon egy kicsit mérsékelni, mert most kezdem érzékelni, hogy a képekből alig látszik valami. És sajnos össze is nyomta a képeimet valahogyan a projektor, ezért elnézést kérek, az én monitoromon szépen látszódnak. Nem tudom, hogy szerintem most már később bármit tenni ez ügybe. Mert amikor a plakátok voltak fenn, akkor még nem vettem észre. Tehát természetesen lényeges faktor volt, hogy a megszállók rendkívüli hatékonysággal eliminálták a ellenállás és a mentés lehetséges tényezőit. Ugye a német rendőrség már az első órákban megkezdte a célzott letartóztatásokat, és azokat, ugye, akiknek hivatalból úgymond dolguk lett volna az antináci ellenállás, ugye a józanabb konzervatívok, legitimisták, szozdemek, liberálisok, akik egyébként sajnos Magyarországon 1944-ben egy maroknyi csoportot alkottak, ezeket az embereket lényegében a németek lecsukták és elvitték a megszállás első óráiban. Tehát úgymond fejetlen volt a magyarországi ellenállás. Ugye tudjuk, hogy százával vittek el magyar politikusokat, katonatiszteket, rendőröket, és természetesen több ezer zsidót. És ugye ezt olykor az önkéntes besúgók és fejlentők is támogatták. És ugye végül, ugye azt már említettem, hogy az egész akciónak a világtörténelmi mércével és páratlan gyorsasága is ugye a mentési lehetőségek ellenében hatott. Összességében tehát azt kell mondanunk, hogy a keresztények embermentési hajlandósága az egy sajátos időbeli és térbeli mintázatot mutat. A nyári deportálások során jóval gyengébb volt, és intenzívvé Budapesten 44. októberétől vált. És ennek ugye több tényezője van, természetesen az, hogy míg a zsidók javait megcélzó politikát tömegek támogatták, ugye a fizikai üldözés már sokkal kevésbé volt természetesen népszerű, és ugyan a kampány és a propaganda igyekezett dehumanizálni az áldozatokat, azért nagyon sokakban megdöbbenés keltettek a kínzások, a gyerekek, öregek elhurcolása, és ugye tömegesen érkeznek a keresztény egyházakhoz tiltakozó beadványok. Viszont meg kell említeni azt, hogy sokszor ezek a beadványok nem vitatják magának az akciónak a jogosságát, csak annak módszereit kérdőjelezik meg, és a keresztény alapelvekre való hivatkozás mellett megjelenik a várható következményekkel kapcsolatos aggodalom is, ugye itt egy nagyon érdekes idézet. Ne akarjuk a zsidókra fogni, hogy ők a bolsevizmus szálláscsinálói, de ne kergessük bele őket, hogy mind az legyen. Én félek, nem önmagamat, de féltem hazámat. Félek, ha visszajönnek azok a zsidó férfiak, akik ma kinn a fronton vagy fogságban vannak, ugye munkaszolgálatosokról van itt szó, és keresik az otthont, a szülőt, a családot, és számon kérik tőlünk őket, mit fogunk válaszolni. Idézet bezárva. Ugye a szolidaritásnak különösen a nyilas korszakban nő meg a jelentősége, amikor a hatóságok a nem zsidó lakosságot is terrorizálják, és mindenki nagyjából rádöbben arra, hogy a háború elveszett. A fővárosban politikai üldözöttek, katonaszökevények tízezrei is bujkálnak, és a zsidók üldözése így a lakosság szenvedéseinek részével is vált valamilyen értelemben. Ugye nem
utolsó sorban Budapesten élt a leginkább beilleszkedett zsidó közösség, az itteni zsidók rendelkeztek a legtöbb ugye nem zsidó kapcsolattal, és nem lényegtelen az sem, hogy sokan a zsidók bújtatásával ekkor már a háború utáni időkre készülnek, úgymond jó pontokat akarnak szerezni, és ilyenkor már nem ritka az, hogy korábbi üldözőkből lesznek zsidó mentők vagy segítők. Tehát ebből is látszik, hogy a zsidó mentők kategóriája az korán sem egy ugye ilyen manichaisztikus kategória, hogy vannak a jók és a rosszak, hanem nagyon bonyolult történet. És ugye nem meglepő, hogy a Yad Vashem világigazza díjjal elismert embermentőknek a 86%-a jelenlegi ismereteink szerint budapesti vagy 44 októberre után tevékenykedett. A nyilas pucs után sok ezer zsidó bujkál a fővárosban hamis papírokkal vagy papírok nélkül, és ehhez természetesen legalább ugyanennyi keresztény segítőre volt szükség. Tehát már tömegesnek nevezhetjük a zsidó mentést. Pedig a zsidók megsegítése ekkor már életveszéllyel járt, ugye lehet, hogy ez egy meglepő mondat, hogy ekkor, pedig valójában október előtt, ugye idézőjelben mindössze internálás, börtön, verés járt azoknak, akik ellenszegültek a zsidóüldözésnek. Persze a veszély aktuális mértéke nehezen volt felmérhető, hiszen a zsidókat segítőkre végig óriási nyomás nehezedett, és azért az sem meglepő, hogy zsidómentéssel szinte kizárólag a zsidók rokonai, barátai, szerelmei, munkatársai vagy elkötelezettjei vállalkoztak, tehát úgymond idegenek meglehetősen ritkák. Mindezután, amit elmondtam, ugye ezek azok a tényezők, amiknek az ismeretében értékelhetjük azoknak a tetteit, akik mégis megpróbáltak valamit tenni a zsidókért, ugye még akár meglepőnek is nevezhető, ugye ezeknek a tényezőknek az ismeretében, hogy mégiscsak akadt több ezer olyan magyar, aki mégiscsak úgy döntött, hogy megpróbál tenni a zsidók barbár üldözése ellen 1944-ben. Ugye a Yad Vashem említett kitüntetését, hogy körülbelül 800 ember kapta meg Magyarországon, de ennél ugye jóval nagyobb volt ezeknek az eseteknek a száma. Én itt ugye most beszélek 25 perc, akkor még van 15 percem, ha jól gondolom. Tehát csak egyes történeteket tudok úgymond felvillantani, tehát példákat fogok hozni, tipikus példákat, és három csoportra osztanám a magyar embermentőket, ugye az egyházak embermentői, a civilek, átlagemberek, és ugye az egyenruhás embermentők, akik rendőrök, katonák voltak, és úgy próbáltak meg segíteni. Tehát időrendben az első történet, az ugye Jane Haningé, aki a protestáns skót missziónak volt a skót származású vezetője, és aktívan bekapcsolódott a náci ellenes küzdelembe már az elején, de ugyanakkor az elsők között volt, akit a Gestapo letartóztatott és koncentrációs táborban hurcolták, és ott is halt meg. Viszont a erőfeszítései nem voltak hiába valóak, mert a általa óvott gyerekek túlnyomó része túlélte a holokausztot, és például az a kislány, aki itt a hotel karfáján ült, egy nagyon híres színésznő lett későbbiekben, Rutka Éva néven. A második szimbolikus figura, ugye nyilván sokan felismerik, Salkaházi Sára szociális nővé volt, és itt vele kapcsolatban meg kell említeni az ő főnökasszonyát, Slakta Margitot, aki a antináci politikai ellenállásnak volt a egyik legnagyobb hatású figurája a II. Világháború éveiben, és az ő Szociális Testvérek Társasága nevű katolikus harmadrendjének volt tulajdonképpen a tagja, Salkaházi Sára, aki már korábban úgy döntött, ha kell, akkor életét is áldozza az üldözöttekért, és ez így is történt, mert amikor a Ferencvárosi Bokréta utca sarkán hazafelé jött valahonnan, és látta, hogy az általa védelmezett leány otthon előtt állik felfegyverzett nyilas őrök állnak, akkor ő simán megtehette volna, hogy sarkon fordul és eltűnik, de helyett ő határozott léptekkel odament a nyilas parancsnokhoz, és azt mondta, hogy én vagyok ennek az otthonnak a vezetője, mi a probléma.
és akkor mondták neki a nyilasok, hogy akkor most akkor elviszik, és a általa védelmezett zsidókkal és egy kolléganőjével együtt, mint ugye jól ismert, a közelben, a Dunapartonra kísérték, és akkor egy visszaemlékezés szerint, amikor felállították őket a Dunaparton, egy alacsony fekete hajú nő, ugye sarkaházi sára, idézek, valamilyen megmagyarázhatatlan nyugalommal kivégzői felé fordult, majd letérdelt, és égre emelt tekintettel széles nagy keresztet vetett magára. És a harmadik figura, akit beszeretnék mutatni, ez pedig Káló Ferenc tábori esperes volt, akit szintén a zsidó munkaszolgálatosokért tett próbálkozásai miatt a nyilas fegyveresek gyilkoltak meg 1944 végén. Hogyha a civilek embermentő próbálkozásainál járunk, akkor ezt a talán egyik legmeghatóbb embermentéssel kapcsolatos felvételt választottam ki az Amerikai Holocaust Múzeum gyűjteményéből. A kárpátaljai csapon a Schönberg família, akik, ugye itt fontos megjegyezni, hogy anyagi helyzetük miatt ezt meg is engedhették maguknak, el tudták intézni, hogy két kislányukat, Szilviát és Renátát a nevelőnőre bízva elrejtették a német megszállás után, mert már sejtették, hogy mi következik, és a nevelőnő Lajos Mizsére ment velük, és annak köszönhette a vállalkozása sikerét, hogy a két kislány ugye feltehetőleg úgymond árja külsejűnek minősült, és senki sem gyanakodott, hogy zsidókat rejtegett, és így túlélték a háborút, és végül Amerikába emigráltak, viszont az egész családjukat Auschwitzba deportálták. A másik egy kevésbé ismert, ám hasonló történet, itt nem mondok neveket, mert ha jól vagyok informálva, akkor ez a hölgy, aki a képen látható, még él. Őt egy vidéki városban mentette meg egy távoli rokon, egy nagymama, aki szintén egy alföldi városban Kalocsán magához vette, és itt pedig az volt a megmentés fő faktora, hogy a nagymama annyira véresszájú antiszemitaként volt közismert a városban, hogy senki sem gyanakodott arra, hogy ez a rokon kislány, ez akár zsidó is lehet. És itt megint csak arra a paradoxonra kell ugye utalnunk, hogy az ismert tetett körülmények miatt a embermentők nem jelentéktelen része maga is antiszemita, zsidó ellenes nézeteket táplált, és éppen ezek ellenére mentette a zsidókat. Ugye a egyenruhás sokra térve, először mutatnám be Ocskai Lászlót, akiről ugye több film és publikáció is megemlékezett, ő az ismeretlen hős, ahogyan a filmcím megemlékezik róla. Ugye 1944 ősze után a legnagyobb életben maradt zsidó csoport Magyarországon, természetesen a pestiek után az a munkaszolgálatosok csoportja volt, ezért a magyar katonák által megvalósult embermentési akciók, itt legalább 100 ilyen esetről tudunk, tehát ezek jó részt a munkaszolgálatosok megmentésére irányultak, és konkrétan humánus századparancsnokok próbálták meg mindenféle trükkel megvédelmezni a századjaikat attól, hogy deportálják őket, hogy a nyilasok megöljék őket, és Ocskai László egy ilyen századnak volt a parancsnoka Budapesten. Ez az úriember Endre László. Ugye többen, akik jól ismerik a magyar holokauszt történelmét, itt meghökkenhetnek ezen a dolgon. Természetesen neki semmi köze nincsen ahhoz az emberhez, aki a legtöbbet tette azért, hogy Magyarországon 44-ben meggyilkolhassanak 500 000 embert. Ugye a belügyminisztériumi államtitkárnak nem volt rokona, csak névrokona. És annyiban is unikális az ő története, hogy ő magyar csendőr tiszthelyettes volt. Ugye nem kell bővebben magyarázni, hogy a magyar csendőrségnek micsoda rekordja van a magyar, micsoda bűnlastroma van a magyar zsidók elpusztításában, és tényleg fehér hollónak nevezhető egy olyan
csendőrtiszt, aki teljesen ellenkezően próbált meg viselkedni, és itt csak egy nagyon rövid idézetet olvasnék föl. Endre László csillaghegyi csendőrtiszthelyettes 44. december 6-án a helyi érdekű villamoson, a Héven, felismert, és mivel nem volt szállásom, egész az oroszok bejöveteléig bújtatott a nyilasok elől, hová több ízben élelmiszert is küldött a részemre. Mindezt minden ellenérték nélkül csupán emberbaráti kötelességből tette. És ugye itt egy másik ember pedig azt is hozzáteszi, hogy bújdosásom alatt a csüggedés óráiban biztató üzeneteivel a további életre való bátorságot öntött belém. És ugye itt nagyon lényeges megjegyezni azt is, hogy, hogy ezek az embermentők, akiket most említek, nagyon sokáig egyáltalán nem részesülhettek elismerésbe, mert ugye a 45 utáni narratívába az egyáltalán nem fért bele, hogy a úgymond fasiszta horti rendszer egyenruhásai, hivatalnokai is lehettek akár embermentő vagy antináci hősök. Ezért ez sok családban féltve őrzött titok maradt egészen a rendszerváltozásig, hogy a családtagok embermentők voltak, és nagyon sokan közülük sajnos elfeledve, szegénységben, ugye korábbi munkájukat elveszítve haltak meg, és csak később haláluk után részesültek elismerésben. Itt még egy idézetet szerettem volna felolvasni, itt Kárpátalján is történt egy hasonló embermentési akció, ahol egy akkor áldott állapotban lévő nő négy társával a deportáló vagonban volt, amikor, idézem, Királyházán egy Kulcsár István nevű őrmester kiszabadított négyünket. Királyházán sokáig állt a vonat, és ő Husztról Királyházáig kerékpáron kísérte a vonatot, és ott lépett be szolgálatba. Nem kért ezért pénzt, különben mi nem is tudtunk volna pénzt adni, szegények voltunk. Tehát ráadásul itt azt is ki kell emelni, hogy abszolút önzetlen, humanitárius akcióról van szó. És itt egy legutolsó példát hozok, aki megint csak egy alig ismert figura, ő a szolnoki rendőrségen szolgált magyar Dezső őrmester, aki szintén az átlagnál jóval messzebbre menve, és különös tekintettel arra, hogy ez vidéken történik, a vidéki gettósítás időszakában, mikor ugye nagyon ritka az embermentési esetek száma, és ő szolgálatban lévő rendőrként kockáztatta meg azt, hogy iratokat hamisít a zsidók számára, és sőt, megpróbált néhány embert meg is menteni. És természetesen a leírt sorsot, 45 utáni sorsot ő is bejárta. Tehát azt szeretném még tulajdonképpen végszóként elmondani, hogy természetesen óriási jelentősége van annak, hogy ezeket az embermentő eseteket megismerjük és megemlékezzünk róluk, de hát sajnálatos módon azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Bibó Istvánt idézve megint csak ezek az esetek ugye csak cseppek voltak a tengerben, ahogy Bibó mondja, az ingadozás, a segítség előli, segíteni nem merés és a segítés előli kitérés tengerében. Tehát mindenképpen hozzá kell tennünk, hogy ezek rendkívüli egyedi esetek voltak egy olyan korszakban, ami magyar történelemnek talán az egyik leggyászosabb epizódja. Köszönöm szépen a figyelmüket!